Köszöntöm a Balassa magazin nézőit! 3 napon át tanácskoztak az ország gyermekgyógyászai és tüdőgyógyászai Szekszárdon. Ez az 54. közös kongresszus, mely először kapott helyet Szekszárdon. Németh Csaba főigazgató azt mondta, a kórház tudományos munkájának színvonalát jelzi, hogy az elmúlt években sorra érkeznek Szekszárdra a gyógyítás legfrissebb eredményeit taglaló konferenciák. A konferencia megnyitásaként a résztvevők megismerkedhettek egy kiemelkedő orvos személyiség, a szekszárdi kórház névadójának Balassa Jánosnak munkásságával és életének történetével, melyből kiderült, olyan újítások kötődnek a nevéhez, melyek jelentős mértékben hozzájárultak az egészségügy fejlődéséhez. Nevéhez sok sebészettel kapcsolatos tevékenység fűződik, például az első éteraltatásos műtétet ő végezte, kőmetszést végzett éternarkózisban. Fontos tevékenysége volt a plasztikai sebészet területén is, azután a sebészeti oktatást, amit gyakorlattal kapcsolt össze, az ő nevéhez fűződik. A nyílt törés kifejezés egyértelműen Balassától származik. Ő vezette be a gipszkötést, a törött csontok rögzítését, és azt tapasztalta, hogy a rögzített törött csontok előbb gyógyulnak. A lankadatlanul tanult és tanított, és nagyon szerették a munkatársai, nem csak a ügyes keze miatt, hanem nagyon jó szervező, orvosszervező volt, hisz a nevéhez fűződik ugye 1857-ben az orvosi hetilap megjelenése Markusovszky Lajossal. Ők igazából az orvosi hetilapnak a kiadását szorgalmazták, és ő volt az, aki magyar nyelven jelentette meg a cikkeit abban az időben. Németh Csaba a kórház főigazgatója megnyitóban arról szólt, a mindennapi gyógyítás mellett kiemelkedően fontos a kórház megítélése szempontjából a tudományos munka is. Én a kórháznak a hosszú távú jövőjét látom a tudományos munkának a biztosításában. Tehát nem elég az, hogy a mindennapokban hozzánk fordulókat ellátjuk. Nem lehetünk egy elszigetelt sziget az országnak és a gyógyításnak a térképén. Be kell tudnunk kapcsolódni azokba az országos szakmai áramlatokba és munkaközösségekbe, amik az országban egy-egy adott szakmának, például most a gyerekgyógyászatnak vagy gyerektüdőgyógyászatnak a rugóit mozgatják, és az, hogy a mi kórházunkat és a mi kórházunkban folyó műhelymunkát, a munkatársainknak a tudását, felkészültségét értékelik annyira, hogy egy ilyen volumenű rendezvény a városba és a kórházba érkezett, ez mutatja azt, hogy mi ennek a kettős feladatnak meg tudunk felelni. A kongresszuson a súlyos asztmakezelés lehetőségeiről is szó volt, amit a hagyományos tabletta és spray mellett injekciókkal végeznek. Azt is megvitatták a szakemberek, hogy nem csökken, hanem nő a légúti betegségek, különösen az allergiások aránya. Igazából folyamatos fejlődés van a diagnosztikában és a terápiában is. Ennek a kettőnek az összevetése sokszor problémás, mert nagyon sokszor a diagnosztika előrébb halad bizonyos területeken, és a terápia nem követi. Vannak aztán olyan esetek is, amikor olyan terápiás eljárások jönnek, aminek a korrekt alkalmazásához nincsenek meg a diagnosztikus feltételek. Tehát a kettő oldal az váltakozva megy előrébb, hátrább, lemarad, és hát ezt látjuk most is. Hát akut betegségei, akut légúti betegségei mindenkinek vannak. És itt volt infektológiáról is szó, ami tulajdonképpen mindenkit érint, nyilván az egyszerű vírusfertőzésektől kezdve a súlyos bakteriális fertőzésekig. A Balassa János kórház főorvosa arról tartott előadást, mivel lehet elejét venni a súlyos allergia kialakulásának. Például úgy, hogy az ekcémát megfelelően kezeljük, a sérült bőrön keresztül könnyebben bejuthatnak a környezeti károsító tényezők, allergének vagy kórokozók is. Mivel gyermek tüdőgyógyászati konferencián vagyunk, elsősorban a tüdőt érintő, légutakat érintő betegségekről van szó, de én éppen a bőr felől közelítettem meg ezt a problémát, az allergiás megbetegedéseket, és nagyon sok újdonság
olvasható a szakirodalomban manapság, aminek a figyelembevételével esetleg csökkenthető az allergia kialakulásának a valószínűsége, illetve az allergiás betegségeknek a kialakulása. Hogyha egy veleszületett károsodás fönnáll, ami bőrszárassággal jár, mondjuk ilyen egyszerűen ezt a problémát, akkor sokkal könnyebben bejuthatnak ezen a sérült bőrfelszínen a különböző környezeti károsító tényezők, allergének és akár a kórokozók is. Viszont hogyha ezt a bőrszárasságot már születéstől kezdve megszüntetjük rendszeres testápoló használatával, akkor legalább 50%-kal csökkenthető az allergiának és az allergiás betegségeknek a kialakulásának a valószínűsége. Az allergia és az asztma az emberek legalább 10%-át érinti. Egy pár évvel ezelőtt Tolna megyében készült felmérés szerint az asztma a gyerekek 9%-át, a szénon átha az iskolások 35%-át, az ekcéma pedig a diákok 17%-át érintette. 1992 óta működik a Lelki Egészség Világnapja. Az idei esztendőben elsősorban a fiatalok lelki problémáinak kezelése került előtérbe. Az év szlogenje: a fiatalok a változó világban. A pszichiátriai osztály rendezvényén a mentális és szociális jólét megteremtésének lehetőségeit vitatták meg a szakemberek. Jaj, anya, otthon felejtettem a telefonomat. Otthon felejtette. 3/4 van, ha most visszafordulunk, elkésed az iskolából, megint mi jön, anyuka majd visszamegy érte. Nem tudod, hogy hol hagytad? Mindennapos élethelyzet bármely családban előfordulhat. Az előadás érdekessége, hogy a pszichiátriai osztály gondozottjai adták elő. Olyan jeleneteket mutattak meg, melyek a fiatalok problémáiról szóltak. A Lelki Egészség Világnapi alkalmából rendezett szakmai napon ezekről a problémákról hallgatott meg előadásokat a szakma. A mentális és szociális jóllétre hívjuk fel a figyelmet ezen a napon, illetve azok felé fordulunk, akik valamilyen pszichészavarban szenvednek, és egy antistigmatizációs program. Ugye ez idén nálunk hogy valósul meg, gyakorlatilag előadásokat, illetve személyes tapasztalatok nyújtására próbálunk helyszínt biztosítani. Az előadásainkban a fiatalok kerülnek előtérbe, a mai problémák, a függőségek, a gender probléma, illetve megpróbáljuk megmutatni azt is, hogy az osztály ezekre a kihívásokra, amit elsősorban a fiatalok problémái jelentenek, hogyan próbál reagálni. A pszichiátria egy flexibilis tudomány, mert képes a társadalmi és kulturális változásokra gyorsan reagálni, mondta Kertész Ágnes főorvos. Csak össze kell hasonlítani egy évezredek óta ugyanolyan tüneteket produkáló szívinfarktust vagy embóliát egy folyamatosan bővülő és szélesedő probléma rendszerrel. 5-10-15-20 éves felfedezett betegségekre kell reagálnunk. Úgyhogy ma ez lesz a témánk. Civil szervezeteket, velünk együttműködő szakmai szervezeteket hívtunk meg, illetve azokat a támogatóinkat, akik évet óta segítenek bennünket abban, hogy a pszichiátria egyre nyíltabbá váljon, meg tudja jelenni a város különböző fórumain, és hogy valahogy azokat a stigmatizációs falakat le tudjuk dönteni, amik körülvesznek bennünket. Az utóbbi 30 évben nagyon-nagyon sokat változott a világ, nagyon felgyorsult minden. És nem csak a fiatalok, hanem az egész felnőtt társadalom nagyon rosszul tud erre reagálni. Ugye nem véletlenül lesz a 21. század a pszichészavaroknak az évszázada, mert a változások gyakorlatilag hihetetlen kihívások elé állítanak bennünket, és sajnos a gyakorlat és a tudomány csak kullog azok után, a problémák után, amikkel nap mint nap találkozunk. Ugye az elmúlt időszaknak nagy problémái az evészavarok, a különböző új viselkedési addikciók, ami sajnos pont a legfiatalabb korosztály célozza meg,
és talán a kutatásoknak a terébe is ez került leginkább. A két szélső életkor, a fiatalok, a 18 év alattiak és a 80 felettiek, mert itt van jelen pillanatban az a legfontosabb segítségnyújtási időszak, amivel dolgoznunk és foglalkoznunk kell. A 80-as években született egy japán modell. Akkor néhány sehová be nem sorolható esetek mutattak be, melyek már a világméretű problémává nőtték ki magukat. Azt gondolom, az nagyon komoly társadalmi változásokra van szükség, hogy valós prevenciót tudjunk nyújtani. A szülői rendszerben, az iskola rendszerben, a kultúrában. Tehát hogy én azt gondolom, hogy gyökeres változásra lesz szükség ahhoz, hogy valahogy ne kullogjon folyamatosan a tudomány és a kutatás a problémák után. Azokban a társadalmakban, ahol a hagyományok hosszabb távon meg tudtak maradni, ott stabilabbak és jobban tolerálják a változásokat is, illetve ugye a közösség megnek a megtartó ereje jelentősen segíti ezeket a funkcióinkat, amiben tolerálni tudunk egy ilyen sebességet. Ott, ahol nagyon nagy az értékvesztés, ott sokkal gyakrabban jelennek meg ezek a problémák. Hogy miket töltök le? Az a baj! Hát, ha belejöttem a fürdőkádba, az a baj! Ha nincs rajta a bluetooth? Az a baj! Hát, a kicsi a gomb, az a baj! Még a bátyámnak sincsen. Na, az már gáz! Magyarország a világ negyedik legelhízottabb országa 2018-as adatok szerint. A Ballassa János Kórház újonnan megnyitott egészségfejlesztési irodája a jövőben programjaival és rendelkezésre álló szakembereik bevonásával segít a túlsúly kialakulásának megelőzésében, illetve a kiegyensúlyozott egészséges életmód kialakításában a hozzájuk fordulóknak. A jövőben bárki kérheti dietetikus életmód és táplálkozási tanácsát, aki megszabadulna a pluszkilóktól, vagy szeretne egészségesebb életmódra váltani, de nem tudja, hol is kezdje. A Ballassa János Kórház újonnan megnyitott egészségfejlesztési irodájában a szakemberek a hamarosan induló programokról egyeztetnek éppen. Az elhízás nem csupán esztétikai probléma, mondja Fehér Balázs András, dietetikus. Magyarország világon a negyedik legelhízottabb társadalom. És további riasztó adat, hogy ez Európát nézve világ első. Még inkább riasztó tényező, hogy a gyermekkori elhízás az elrugaszkodott mértéket mutat, és a mi feladatunk, mint egészségfejlesztési iroda, hogy már akkor közbelépjünk, az elhízás előtt, a betegség megjelenése előtt közbelépjünk, és ennek okán több csoportot is fogunk indítani, testsúlykontrollklubokat az idősekre nézve, az idősek egészség magatartását fejlesztő programokat fogunk nyitni. Természetesen iskolákba például el fogunk jutni, az egészséges táplálkozásról előadni. Tehát mind-mind olyan szintereken mi fel fogunk tűnni, ahol az egészséges táplálkozást mi tudjuk hirdetni. Az irodában minden korosztályt megszólítanak, hiszen az elhízás, legyen az gyermekkori vagy felnőttkori betegség következménye, minden életkorban problémát jelent. Legfőképp a gyermekkori elhízásra fektetném ki a hangsúlyt, hiszen itt a kockázatok akár 30%-kal is megnőhetnek, tehát a szívérendszeri problémák, diabétesz, stb. A későbbiekben Ez egy nagyfokú veszélyeztetettséget jelent. Csak nem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben hazánkban, ennek leggyakoribb oka helytelen korai táplálás, derül ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége jelentéséből. Táplálkozással hogyan is tudjuk mi ezt megelőzni? Gyermekkorban ugyebár 2 éves korig a hozzátáplálás időszaka nagyon fontos. Továbbmenve az, hogy zöldséget, gyümölcsöt napi szinten 400-500 gramban fogyasszon az átlag emberünk, teljes értékű gabonákból szintén napi szinten változatosan, mértékletességet szem előtt tartva
folyadékfogyasztás elegendő legyen, és az a folyadék energiamentes folyadékből tevődjön össze. Ugyanakkor, hogy ahogy mondtam, a rendszeresség szerepeljen az illető életében, tehát a napi 5-ször étkezés, napi 3-5 étkezés az legyen meg mindenféleképpen. És hát ugyebár a diétához tartozva a mozgás is jelentős szerepet kell, hogy jelentsen. A szokások, a berögzült magyar szokások, esetleg a magyar konyha, az jelentős terhet róhat az egészségre. Tehát a zsírdús étkezés, a finomított fehérlisztből készült ételek fogyasztása. A mai rohanó világban az a fő szempont, hogy akár minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt oldjuk meg az étkezésünket, és hát ugyebár a gyors éttermi ételek, azok nem éppen az egészséges tápanyagok tárháza. Szóval ezen a téren is mindenféleképpen javítani kell. A felnőttek naponta legalább 5 órát töltenek ülőhelyzetben, annak ellenére, hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség kialakulásához vezet. Ezt már Szívós Árpád, a központi gyógytornászolgálat vezetője mondja. Hozzáteszi, a nagy súlyfelesleggel küzdőknél valószínűleg járulékos problémák is felléptek már, ezért sem ajánlott mindjárt a nagyon intenzív mozgással kezdeni. Egy laza séta egy héten 3-szor már nagyon hasznos tud lenni, illetve a helyes táplálkozásra, hogyha figyel, akkor el is fog indulni a súlye lefelé. És adott súly alatt már el fogunk tudni velük kezdeni olyan mozgásokat is, ami már célzottan fogyasztó jellegű. Ugye, hogyha valaki még nem mozgott, és nem is tudja a saját határait, akkor mindenképpen inkább forduljon hozzátok szakemberekhez. Hát mindenképpen valamilyen szakembert meg kell keresni. Nagyon sokszor hallottuk olyat, hogy egy túlsúlyos ember elindult futni, mert ugye mindenhol mondják, ugye, hogy a futás az nagyon jó, viszont egy idő után, egy hónap után jött azzal, hogy térde fáj, csípője fáj, gerince fáj. A túlsúly összefüggésben áll a szív- és érrendszeri betegségek, mint például a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a stroke, a kettes típusú cukorbetegség, számos daganatos betegség és ízületi kórkép kialakulásával, de okozhat alvási apnoét és légzés problémákat, epekövességet és depressziót is. Már napi 100 kilokalória feleslegesen bevitt tápanyag évi 5 kg súlynövekedést jelenthet. Hazánkban 40-50 ezer ember kap évente sztrókot, 10 percenként kerül egy beteg kórházba sztrók miatt, és ami még ennél is sokkolóbb, hogy a szélütés következményeként Magyarországon minden fél órában meghal egy ember. Ezért fontos, hogy időben felismerjük a tüneteket, és azonnal kérjünk segítséget. Október 29-e a stroke világnapja. A stroke a harmadik leggyakrabban halált okozó betegség Európában. Hazánkban 200-250 ezeren élnek a betegség árnyékában, ebből 15 ezeren halnak meg szélütés következtében évente, derül ki a statisztikákból. Szinte nincs olyan nap, hogy ne hoznának be stroke-os beteget a sürgősségi osztályra. Tehát a betegeink, a bentfekvő betegeinknek döntő 60-70%-a, azt kell, hogy mondjam, vagy ismert sztrókos, vagy akut, most kialakult sztrókkal kapcsolatban fekszik az osztályon. Tehát nagyon számottevő, azt tudom mondani. A stroke világnapja október 29-e. A világ minden táján ezen a napon hívják fel a nemzetközi közösség figyelmét a stroke veszélyeire és a 3 órás időablak fontosságára, mondja Kondákor István osztályvezető főorvos. Most már vannak olyan jó és hatékonynak bizonyult eljárások, gondolok itt az intravénás vérgoldásra, de mivel hogy szexárdon vagyunk, mondhatom nyugodtan a mechanikus trombektómiát is, tehát ahol mechanikusan ki lehet ezt a vérrögöt szedni, eltávolítani, mert hogy itt a közelünkben van a Pécsi Idegsebészeti Klinika, tehát mind a két eljárás annyira korszerű, hogy ezzel mi tudunk élni, de csak akkor tudunk élni, hogyha azonnal tudunk az eseményről, a bekövetkezett tünetekről. Tehát hogyha ugye a jellegzetes tünetek, mik ezek? Kettős látás, beszédzavar, féloldali arcbénulás vagy testfélbénulás, gyengeség. Tehát hogyha ezek a tünetek megjelennek, akkor bármennyire is az lenne logikus, hogy az általunk bizalommal kezelt háziorvost hívnánk,
Nem, tehát ilyenkor a mentőket kell hívni azonnal, mert sajnos házgyalomos kollega sem tud más tenni, mint hogy azonnal hívni a mentőket. Tehát itt az idő, minden az időn és a gyorsaságon múlik. Minden egyes perc elteltével újabb és újabb idegsejtek pusztulhatnak el. Szerencsés esetben teljesen tünetmentessé válhat a beteg. Tehát megszűnhet a beszédzavara, megszűnhet a féloldali végtaggyengelés gyengesége. Sok ilyen betegünk van. Tehát aki teljesen éppen távozik a beavatkozás követően pár nap múlva az osztályunkról. Természetesen ilyenkor ugye elkezdjük feltérképezni azokat a kockázati tényezőket, vagy rizikófaktorokat ugye a mi nyelvünkön, tehát amelyeknek a módosításával, normalizálásával, kiküszöbölésével egy újabb stroke-nak az esélye csökkenthető. És ugye ezek közül vannak olyan tényezők, amelyeket gyógyszeresen befolyásolni tudunk, például egy vérnyomás beállítás, egy vércukor beállítás, egy ritmuszavarnak a gyógyszeres terápiája, a vérzsírszinteknek a normalizálása. Tehát ez a négy legfontosabb olyan tényező, ahol a gyógyszerelésnek alapvetően szerepe van és fontossága. De ennél sokkal nehezebb az, hogy az addigi életmódon hogyan tud változtatni az illető. Tehát ugye az a tapasztalatunk, hogy egy receptet még csak-csak kivált az illető, és beveszi a gyógyszert helyjel közel, de azon a legnehezebb változtatni, hogy ezentúl elkezdünk el mozogni, hogy az alkoholfogyasztási szokásokon változtatni kell, a dohányzásról le kell szokni, hogy a stresszmentes körülményeket biztosítani. Tehát az egész életmódnak a változtatása sokkal nehezebb, mint egy új gyógyszer receptjének a kiváltása is. A stroke-nak tehát még egyszer három fő tünete van: a száj félrehúzódása, beszédzavar, féloldali végtaggyengeség. A megyei kórház 24 órában tud segítséget kérni és azonnal referálni a nap bármely szakában a pécsi idegsebészeti osztállyal, ha szükséges, rohammentővel küldik a beteget Pécsre. Abban van óriási előrelépés az elmúlt 1-2 évben, hogy a Pécsi Idegsebészeti Klinikán kialakult egy olyan munkacsoport, amely a nap 24 órájában képes arra, hogy mechanikusan is ezt a vérrögöt eltávolítsa, hogyha ez az intravénás rögoldás nem vezetett eredményre. Itt egy kicsit tágabb az időablak, míg a mechanikusnál, tehát mondjuk az intravénásnál 3-4 óra, egy mechanikusnál ennél hosszabb, tehát azokat az eseteket, ahol megalapozott a gyanú, hogy egy nagy verőér, egy jelentős verőér teljesen elzáródott, akkor mi rögtön referáljuk a kollégának, és tulajdonképpen egy közös telefonos orvosi konzilium alapján tudunk arról dönteni közösen, hogy küldjük-e a beteget, vagy nem. És utána természetesen ide kerül vissza. Ez nem sok helyen van az országban, ilyen 24 órás ügyelet, hogy idegsebészet és neurológia ennyire összedolgozzon intézmények között. Úgyhogy ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy Szekszárd, illetve Tolna megye lakossága nagyon szerencsés, hogy ebben a legkorszerűbb kezelésben is részesülhet, de még egyszer mondom, akkor, hogyha időben hívják a 104-et. A statisztikai adatok szerint a szélütést túlélők 48%-a féloldali bénulásban, 12-18% beszédzavarban szenved, 22% járásképtelen, 24-53% részben vagy teljesen mások segítségére szorul, 32%-a pedig depresszióval küzd. A Hospice Világnaphoz csatlakozva a méltósággal az út végén alapítvány idén is megrendezte a már hagyományosnak mondható Hospice napot Szekszárdon. A hangsúly idén is a végső tisztesség megadásán, illetve a haldoklókat övező tabuk ledöntésén volt. A Hospice Világnaphoz csatlakozva a méltósággal az út végén alapítvány idén is megrendezte a már hagyományos Hospice napot Szekszárdon. 2004 óta működik az alapítványunk, viszont a Méltóság mezeje program 2009 óta van a Szekszárdi Balassa János Kórházban. Akkor csináltunk először ilyen rendezvényt, amikor ősszel elültetjük a nárcisz hagymákat és tavasszal megnézzük a virágzást. Ugye a nárcisz az a rákbetegeknek a szimbóluma, az elmúlás, az élethez való ragaszkodás, a méltóság kifejezésére használjuk, szerte a világon. Tehát ugye nem mi találtuk ezt ki, hanem az Országos Magyar Hospice Alapítvány kezdeményezte ezt a rendezvénysorozatot, és ehhez csatlakozva minden évben megtartjuk ezt. Ugye van a méltóság mezeink kint a kórház udvarba, az A épület előtt,
ahol rózsaágyás, és ott van a mi kövünk 2009 óta, és hát azóta hagyományként ezt megtartjuk, ahogy a mai napon is. Minden évben az őszi ünnepség az inkább ilyen nagyobb horderejű, hogyha mondhatom ezt így, valamilyen előadással, programmal színesítjük ezt a napot. A mai napon 3 előadás hangzott el. A júliusban megnyílt hospice részleg főnővére, főnővér helyettese és rehabilitációs tevékenység terapeutája tartott előadást a munkájáról, az osztály indulásáról és a későbbi terveinkről. A hangsúly idén is a végső tisztesség megadásán, illetve a haldoklók elleni tabuk ledöntésén volt. A Méltóság mezeje programhoz csatlakozva az emberi méltóságra és a társadalmi felelősségvállalás szükségességére hívják fel a figyelmet. A Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei is csatlakoztak az idei évben is a nácis ültetéssel egybekötött megemlékezéshez. A méltósággal az út végén mozgalom célja méltósággal élni és méltósággal meghalni. A mozgalom 1968-ban Londonból indult ki. A magyarországi mozgalom alapítója 1991-ben Polc Ellen volt. A társadalmi felelősségvállalás jelképe és virága, a sárga narcisz, mely szerte a világban a rákbetegek, valamint a daganatos betegségben haldoklókat gondozó szervezetek szimbóluma, az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek és a ragaszkodásnak a kifejezése. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!